Ünnepi hangulatban több száz vendég és korábbi díjazott közösen várta az idei Prima díjkiosztó gáláját pénteken a Megyeháza dísztermében. A ceremónia a szokásokhoz híven filmvetítésekkel kezdődött, így a közönség megismerkedhetett a díjra jelöltekkel és az ő munkásságukkal, vagyis azokkal a kiválóságokkal, akikkel együtt éljük az életünket. Gyakran beszélünk a múltról és a jövőről is, kiváló emberek, akik valaha éltek, és felnézünk rájuk, és azt is el szoktuk mondani, hogy a jövőnek dolgozunk. De hát mi itt a mából élünk, és gyakran elfeledkezünk szerintem azokról a kiválóságokról, akikkel együtt éljük az életünket. Ennek a díjnak az a jelentősége, hogy mi most a ma élő legkiválóbbakat díjazzuk, és ezáltal egyrészt megerősítjük őket, hogy az a tevékenység, amit végeznek, az kiváló, másrészt inspirációt adunk másoknak, hogy ők is a saját területükön próbálják a legjobbat tenni. A 14. alkalommal odaítélt Prima díjak célja, hogy megőrizzék a megye értelmiség és szellem helyi eredményeit, erősítsék a kisebb társadalmi egységek összetartozását és elősegítsék a fejlődésüket. Idén is 10 kategória jelöltjei közül kellett kiválasztania a kuratóriumnak a megyei díjazottakat. Van egy elég szigorú szabályzatunk, de most mi ezt egy kicsit áthágtuk. Az a szabályzat, hogy 3 prímadíjas lehet 1-1 millió forinttal, és külön díjat az 2-t adhatunk át 250 ezer forinttal, vagy 500 ezer forinttal. Eddig minden évben mi egy jelöltnek adtunk át külön díjat. Most olyan vita alakul ki a társadalmi kuratóriumban, hogy az a döntés született, hogy felezzük meg azt a 500 ezer forintot, és 2 jelöltnek adjuk át. Minden évben adott át eddig a város és a megye is egy külön díjat. Most társult a kormányhivatal is, így már 18 ugye, személy lett, és hál' Istennek még kaptunk 2 másik felajánlást is, ugye a Kerekeselektől, illetve a Csekő Balázstól, így most tulajdonképpen minden jelölt díjat is kapott. A 3 fődíjat Balázs Tibor építész, Balogh Géza újságíró és a nemrégiben professzorrá kinevezett Szepesi Béla grafikus művész vehette át. Nehéz most frissen díjazottként megszólalni, de azt hiszem, hogy ilyenkor valahogy az ember egy kicsit visszatekint, hogy ez végül is egy ilyen 30-40 évnek az eredménye, és azt, hogy az ember próbál folyamatosan dolgozni. Ugye itt Nyíregyházán születtem, itt jártam az iskoláimat, a Besenyei Győr Tanárképző Főiskolát, és hát gyakorlatilag 4 évet dolgoztam máshol nagyhalászban, végig itt Nyíregyházán nyomtam a munkát, lehet így mondani, és arra szolgattam felfele azon a bizonyos ranglétrán. Tehát végigcsináltam mindent, az utamat megjártam, mondhatni, utalva a Biblia idézetre, de még nem harcoltam meg mindent. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a folyamatos építkezésnek, a folyamatos munkának az eredménye ez, és hát az, hogy minden nap valamit tenni kell érte. A Prima díjkiosztón a Vállalkozók Országos Szövetsége és Szabolcsi Szervezete az év megyei vállalkozóit is kitüntette, a 2 Prima különdíjat pedig Olá András író, költő és Kis Kálmán a Lubi Társaság elnöke kapta.